Tisztelettel köszöntöm a sajtó képviselőit. Egy éve a keresztényi szeretet jegyében született meg múlt év karácsonyára az új rokkantörvény. Az éjleple alatt természetesen, az éjleple alatt megszavazott törvény kapcsán egy gomnyomással új időszámítás és visszaszámlálás következett be közel 200 ezer rokkant vagy megváltozott munkaképességű honfitársunk számára. Ezzel az egy gomnyomással megpecsételődött a sorsuk, elveszítették nyugdíjjogosultságukat, és ezzel megkezdődött a pokoljárásuk. Hogy mit jelent ez a pokoljárás? Az új rokkantörvény és a hozzá kapcsolódott komplex felülvizsgálat egy pszichikai hadviselés része. 200 ezer ember porig aláznak a felülvizsgálatokon, ha egyáltalán eljutnak odáig, mert legtöbbjük értesítés sem kap, hogy nincs tovább nyugdíjuk. Pedig ezek az emberek jellemzően 35-40 évet dolgoztak, közel 55-60 évesek, és évtizedeken keresztül nyugdíjárulékot és adót fizettek ennek az országnak. Aki kegyelmet kapott, az még 3 évig húzhatja, segélyen néhány 10 000 forintból. Ilyenkor eszembe jut Radnóti Miklós Erőltetett menet című verse. Mit jelent ez az erőltetett menet? Hát Vágóhídra hajtják őket. Mindegy hány évet dolgoztak, mindegy, hogy mennyi járulékot fizettek, az sem számít, hogy éppen a rokkantságuk előidézője egy üzemi baleset volt, és így veszítették el az egészségüket. Ha az utolsó 5 évben nem dolgoztak és nem voltak biztosítva 1095 napon keresztül, ez 3 évet jelent, akkor semmilyen ellátásra ezek az emberek nem lesznek jogosultak. Ezeknek az embereknek a karácsony, a fűtetlen lakást, éhezést, a gyógyulás és a remény hiányát fogja jelenteni. És mindez a keresztényi szeretet jegyében. És ezt a saját kormányuk teszi velük. Itt a minisztérium előtt törvényességi felülvizsgálatot kérek miniszter úrtól azért, mert számtalan példa bizonyítja, hogy a határozatok meghozatalánál, ha egyáltalán kaptak ezek az emberek határozatot, számszaki hibák vannak. Még a megállapított százalékokat sem tudják összeadni. Kedves barátaim, olyan információim vannak, hogy több mint 3000 határozatot küldtek ki, és van olyan munkatárs az NRSH-ban, aki egy hónap alatt több mint 300-at kellett, hogy megírjon. Kérdezem én, milyen felülvizsgálat az, milyen határozat hozatal az, amelyet úgy hajtanak végre, hogy Ctrl-C, Ctrl-V és egy Enter. Kedves barátaim, kérem, hogy hallgassák meg Kérié Tibor, volt kollégájuk, újságíró, szerkesztő, aki a parlamentből évtizedeken keresztül tudósított az ő élettörténetét. Szívinfarktusom volt, leszázalékoltak 38 év és 129 nap után. Májusban felülvizsgálatra rendelt be a kormányhivatal, ahol elismerték, hogy nem vagyok rehabilitálható, és változatlanul folyosítják a rokkant nyugdíjamat. Ezt követően most októberben arról kaptam értesítést, hogy az állapotom javult, és a rokkant nyugdíjamat megszüntetik, 41 ezer forintra leszállítják. Mindezt tették úgy, hogy meghamisították az orvosi diagnózist, rosszul adták össze az orvosok által meghatározott egészségügyi számokat, és nem vették figyelembe azt sem, hogy az ő maguk által készített vizsgálat elsőfokú határozata kimondja, hogy nem vagyok rehabilitálható. De amennyiben ott is elkaszálnak, akkor abból a pénzből, amit nekem megítéltek, nem fogom tudni kiváltani a gyógyszereimet. Ez egy szívbeteg ember esetében azt jelenti, hogy gyötrelmes, de hosszú haláltusára számíthat. Ezt én meg fogom előzni, mert felgyújtom magam a parlament épülete előtt, ott, ahonnan 23 évig tudósítottam. Nekem ne hosszabbítsák meg a szenvedéseimet, ezt teszem. Én nem akarok gyógyszer nélkül szenvedni és meghalni. Hát a szívizomzatom jelentős része elhalt. Az orvosi diagnosztika megállapította, hogy az elhalt szívizomzat soha nem támad fel, tehát az én állapotom nem javulhat. Nálam óriási eredmény a gyógyszeres kezelésnek köszönhetően, ha nem romlik az állapotom.
de az a cinikus, gátlástalan hazugság halmaz, hogy az én állapotom javult, az egyszerűen vérforraló és vérlázító. Nem tudni, mert nem mondják meg, a hivatalban az összes telefon ki van kapcsolva, a zöld számon azt mondták, nem kapcsolhatók, mert annyi fellebbezés van, hogy nincs idejük velünk foglalkozni.